De közben azt kell olvasnom, hogy egyébként a történelmünkre, az európai történelmünkre is azért nagy befolyással bírnak a vulkánkitörések. A vulkánkitörések nem mindennaposak, különösen a nagy vulkánkitöréseknek az ismétlődés ideje az, az viszonylag hosszú. Most mi a legégetőbb kérdés? Hát a klímaváltozás, és hogy esetleg ezt erre van-e valamilyen hatása a vulkánkitöréseknek, vagy tud-e ezen változtatni egy vulkánkitörés? Egy vulkánkitörés az egy egyszeri dolog, amikor brutálisan, hirtelen nagy mennyiségű gáz kerül a légkörbe, és ebben elsősorban a kén-dioxid az, aminek nagy fontossága van. Akár globális folyamatokat is elindíthat, és ez az, amit nekünk fel kell fedeznünk, és meg kell tanulnunk, és kezelnünk kell. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy vulkánkitörés nem olyan, hogy ó, oh, messze vannak a vulkánok, mi itt a kárpát -Penancébe? ah, ezekkel nem is kéne foglalkozni, mert úgyse foghatni, á, ah, de hogy... Szerusztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, és köszöntöm a Grindex.hu követőit itt a YouTube csatornánkon. Ez a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora, és ma egy olyan témával jöttünk, ami előre azt gondoltam, hogy hú, hát, hogy mit is fogok erről majd kérdezni, hogy mit, miről tudunk majd beszélgetni, de aztán pont nemrég jött velem szembe egy olyan cikk, ami egy, egyébként művészet történettel foglalkozó cikk, ahol arról volt szó, hogy a holland festészetből mi, mi derült ki, hogy, hogy, hogy mit látunk a tájakon, és hogy mennyi minden Elárul a klímájáról, és legfőképpen arról, hogy egy bizonyos vulkánkitörés volt az, ami ezt a klímát ennyire befolyásolta, hogy állandóan téli időszakot látunk a holland festészetben. És hát itt van egy, egy fantasztikus vendégünk, Harangi Szabolcs, geokémikus, vulkanológus az MTA tagja, illetve az Elte Földrajzi és Földtudományi Intézet igazgatóját. Köszöntünk téged itt a stúdiónkban. És akkor nem, nem, volt hazugság ez a cikk, ugye, amiről olvastam. Azt hiszem, a 16. századról volt szó, 16. 17. századról volt szó, és arról, hogy igen, egy bizonyos vulkán az, az ennyire befolyásolta Európa időjárását is, klímáját is, hogy gyakorlatilag mindenhol csak téli képeket látunk. E, igen, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, érdekes az indítás, és akkor nekem is rögtön eszembe jutottak szép festmények. Valóban a téli kép, az valóban visszaadja azt a, az érzést, ami egy ilyen nagy vulkáni kitörés után, kríma változás következtében bekövetkezik. Bár nekem inkább Turnernek a festményei jutottak eszembe, amik gyönyörű naplementék. Igen, igen. Baj, ott igen. van Münchnek a Sikoja, amely... Bizonytalan, hogy mi is ihlette ezt a nagyon expresszív képet, de ott is felmerül egy vulkánkitörés, nevezetesen a Krakatau kitörése, bár most már azért vannak arra is észrevételek és bizonyítékok, hogy, hogy, hogy ez, ez más okozta tény, és ami van, hogy, hogy azért a festészetre, a művészetre és a klímára is kihatottak nagy vulkánkitörések. Csak egészen döbbenetes felfedezés volt az, hogy tényleg a festmények mit árulnak el a történelmünkről, mit árulnak nek kutatók számára, hogy milyen lett a klíma, és hát számomra, mint laikus, aki így a végülis most már az életét főleg a XXI. század élete, hogy nekem a vulkán a kitörés igen, a Dante Poclat című filmüt eszembe, de közben azt kell olvasnom, hogy egyébként a történelmünkre, az európai történelmünkre is azért nagy befolyással bír a a, a, a vulkán. Kitörése. Igen, azt gondolom, hogy ez, ez legalább annyira érdekes és izgalmas, mint a festmények mögé nézni, vagy az irodalmi alkotások mögé nézni. Például Byronnak a Sötétség című verse, vagy Mary shelley a Frankenstein műve, és, és ott van mögötte a vulkán, és ez érdekes, izgalmas, vagy az, hogy, hogy a történelemben társadalmaknak a felvirágzása, aztán hirtelen lehanyatlása, egy új kezdet és egy új birodalomnak a kialakulása, és vajon miért történik. Tehát a történelmi órákon általában végig vesszük ezeket, hogy hm, a bizánci birodalom, ha, aztán az osztmán birodalom fel, vagy az egyiptomiak le, jönnek a rómaiak, stb. stb. ide. De, de hogy, hogy, mi okozza ezt, azt gondolom, hogy ez érdekes és ez izgalmas kérdés, és ez viszonylag egy új dolog, hogy most már bele megy a természettudomány is a tudományba, és a vulkánkitörések is valamilyen szinten, hiszen most már egyre több olyan észrevétel van, és egyre több olyan Érdekes egy beesés, amely arra utal, hogy a vulkáni működés a klímaváltozáson keresztül, a környezetváltozáson keresztül akár globálisan is tudja befolyásolni a történelmet. Tehát, tehát, hogy arról beszélünk, vagy, vagy számomra ez azt jelenti, hogy igen, hogy nem gyakran fordultak elő nagy vulkánkitörések, de amik előfordultak, az akár drasztikusan meg tudták változtatni az életmódunkat, a társadalmunkat. És ezért fontos, hogy foglalkozzunk ezzel. Így van, ez egy, azt gondolom, egy nagyon fontos dolog. A vulkánkitörések nem mindennaposak, különösen a nagy vulkánkitöréseknek az ismétlődés ideje az viszonylag az hosszú. Tehát lehet azt mondani, hogy hát még a nagymamák sem meséltek erről, hm, akkor nincs is. És ez a veszély, ez egy különös veszély, mert nincs felkészülve a társadalom arra, hogy, hogy, hogy ilyen események is bekövetkezhetnek. Ez egy kicsit olyan dolog, lehet, hogy egy picit távoli, de olyan, mint a, a COVID-járvány. Nagyon sokáig csak mélységesen borzongtunk a, a különböző filmeken, könyveken, vagy társasjátékokban lejátszottuk, hogy, hogy ó, majd jön a világjárvány, stb. Senki nem gondolta igazán komolyan, vagy legalábbis sokan, hogy ez be is következhet. És bekövetkezett. Tehát úgy érzem, hogy valahol egy picit nem vagyok ilyen jövőben mondó, és nem is akarom ezt megjósolni, hogy mi lesz, de azért azt el tudom mondani, hogy ismerve azt, hogy, hogy mi átszódott le a múltba, és hogyan hatottak a vulkánkitörések a társadalmakra, ismerve azt, hogy ez a mostani társadalom nem felkészültebb, sőt, a technológiai fejlettség lehet, hogy érzékenyebbé teszi, tehát azt gondolom, hogy igenis ez egy olyan veszély, amellyel foglalkozni kell, és elő kell venni a batyuból, mert nagyon-nagyon nem tudunk róla sok mindent. De hát akkor beszélgessünk hamarosan arról, hogy mit tudunk viszont róla. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetésünket a vulkán kitörésekről, és az, hogy ez mit okozhat a társadalmunkban. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez itt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági magazinja itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Harangi Szabolcs, vulkanológus. És hát a szünet előtt arról kezdtünk el beszélgetni, hogy bár nem túl sűrűek a nagy vulkánkitörések, de azért időről időre az emberiség történetében megtörténnek, és akkor annak viszont nagyon komoly, akár történelmi formáló hatása is lehet. Ennek kapcsán egy picit abba az irányba szeretném terelni a beszélgetést, hogy ugye mi egy fenntartatósági műsor vagyunk, és hát most mi a legégetőbb kérdés? Hát a klímaváltozás, és hogy esetleg ezt, erre van-e valamilyen hatása a vulkánkitöréseknek, vagy tud-e ezen változtatni egy vulkánkitörés? Nagyon is tud. 1815-ben volt a indonéziai Tambora vulkánnak a kitörése, érdekes esemény, mert előtte több ezer évig aludt. Aztán felébredt, senki nem tudta, hogy hol van, és igazán abban az időben is csak úgy mentek utána az események, hogy most mi van, miért történnek ilyen jelentős éghajlati változások. És aztán valamikor a, a 20. századnak a vége felé, 1980-as években akkor is volt egy vulkánkitörés az El Mexikóba. És utána, amikor már modern műszeres megfigyelések is álltak rendelkezésre, akkor világosodott meg az, hogy, hogy mi is okozza ezt a klímaváltoztató hatást. Nevezetesen nem az, hogy rengeteg vulkáni hamú kerül a levegőbe és nem jön át a, a, a nap a sugár, hanem az, hogy rengeteg kéndioxid gáz kerül a levegőbe, és nem csak hogy a levegőbe, hanem magas légtérbe, ez a stratoszféra, ahova bekerül ez a, a légkörnek a, a, a 15-20 km magasságba kezdődő része, ez egy nagyon kisűrűségű e, e, légréteg, e, és ha oda bekerül nagy mennyiségű dioxid több millió tonna dioxid az ott átarakul kénsav, aeroszolá, az aeroszolok icipinke, és csepecskék, ezek szétoszolva egy nagy felhőt, arról szól felhőt képeznek, és a beérkező napsugarakat visszaverik. Ez az egyik hatás, ennek pedig a következménye az, hogy kevesebb napsugár érkezik be, és ezért lehűlést fog okozni akár globálisan is. Tehát akkor alapvetően ez pozitív a felvállás tekintve? <hállt> Így van. A geomérnökség ezt ki is használja, hogy hú, akkor megvan a csodaszer. Itt van a felmelegedés, hm, lőjünk fel egy rakás kéndioxidot, biztos technológilag meg lehet oldani, kénysav, stb. és akkor majd ö, nem lesz olyan meleg. Igen, ám, de ez csak az egyik része ennek a, a hatásnak. A másik az, hogy hogy a, a Földről visszajövő sugarakat, infravörös sugarakat elnyeli az a, a, a stratoszféra, ez a, 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 arról szól felhő, ez egy azt jelenti, hogy felmelegszik a, a stratoszféra, ezen kívül pedig olyan reakciók indulnak el, amelyek például a ózonréteget is. Ö, bántják, és, és, és ózon lyukat hoznak létre. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a, ez a hatás, és az, hogy felmelegszik a, a magas légkörös stratoszféra, megbolondítja a légköri mozgásokat, ami a, a, a sarkok és a trópusi ö, ö, terület között van, ami azt jelenti, hogy, hogy megváltoznak ezek a, 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 a légköri ö, ö, mozgások. Például Ázsiába nem fog megérkezni a monszun, Tudjuk azt, hogy ennek milyen hatása van. Például, ha már elkezdtem a, a tamborát 1815-ben, 1816-ban indult el a nagy kolera járvány. Uh -huh. És ennek az oka az volt, hogy a Gangesnek az öbében ott meg tudott telepedni ez a, 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 a baktérium, és elindult ez a pusztító járvány azért, mert nem jött meg a monszun, nem jött meg az eső. Ennek az összhatása, okozta ezt a kolerajárvány kiindulást is. Tehát nagyon-nagyon sok hatás van. Tehát nem elegendő azt mondani, hogy Hó, itt van egy, egy kis pozitív hatás, mert az csak egy darabka a dominóból. Még egy nagyon a fontos kérdés van, ami ide tartozik, hogy a klímaváltozás tagadói vagy akik kételkednek, nagyon sokszor érvelnek azzal, hogy teljesen mindegy, hogy mi mennyi széndiokszidot bocsátunk ki, mert hogy úgyis a kibocsátott széndiokszidnak a túlnyomó többsége vulkánokból származik. Most akkor ebben mi az igazság? Ez tényleg így van, vagy... vagy... Nem. Nem, A vulkánok által kibocsátott gázoknak a mennyisége önmagában nem sok. A széndiokszid az töredéke annak, amit például az ember kibocsát, hogy most ki mit okoz, mennyi a, a, a természet, úgymond hatása, mennyi az ember hatása. Ezen lehet valamit vitatkozni, de vannak azért tényszerű dolgok, óriási mennyiségű gázt bocsátunk a szennyezőanyagot a légkörbe, tehát ne mentsünk fel magunkat, még akkor is, hogyha érdemes azt vizsgálni, hogy a természet az, az, az hogyan járul ehhez az eseményhez hozzá. Egy vulkánkitörés az egy egyszeri dolog, amikor brutálisan, hirtelen nagy mennyiségű gáz kerül a légkörbe, és ebben elsősorban a kén-dioxid az, aminek nagy fontossága van, bár most az egy évvel ezelőtti hungatonga vulkánkitörés során nem kén-dioxid gáz került a stratoszférában, egy iszonyú mennyiségű víz, vízgőz, 145 millió tonna át. Ez, azt jelenti, hogy, hogy 10-15 kal megemelkedett a, a vízgőztartalma a stratoszférának, és és igazán most tanuljuk, azt gondolom, mondhatom azt vulkanológusként is, hogy a, a klímaszakemberek is még valahol próbálják ezt a modellezést folytatni, hogy most akkor ez, ez, ez akkor most mit fog jelenteni. Valószínűleg ez pont egy ellenkező hatást, mert a, a, a vízgőz az, 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 az visszatartja a, a kisugárzott a, a, a hullámokat, energiát, tehát, tehát az azt jelenti, hogy felmelegedést okoz. Tehát arra is vannak most indikációk, hogy lehet, hogy a következő években kicsit melegebb lesz. Aj, figyeljük meg. Úgy érzem, hogy nagyon sok minden érdekesség van még ezzel kapcsolatban, hogy mit modellez le a vulkanológia, vagy mit tudunk tanulni belőle, és rengeteg fun fact is van, szerintem, amit érdemes lesz meghallgatnunk, úgyhogy most elmenjünk egy rövid szünetre, de mostan jövünk vissza, úgyhogy tartsatok velünk itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorával. Köszöntök mindenkit, folytatjuk a Petőfi Rádión a holnap után a Greenex.hu fenntartatósági műsorát, és itt van velünk Harangi Szabolcs, az ELTE Földrajz és Földtudomé Intézet igazgatója, vulkanológus, és hát én, mint laikus, amit megértettem az elmúlt percekből, az az, hogy igen, hát vulkanológusnak lenni nem csak azt jelenti, amit én most láttam például a Netflixen, hogy egy vulkanológus pár járta a világot, és csodálatos felvételeket készített, és aztán tragikus véget ért ez, ez, a, a párkapcsolat végül is egymással is, meg a vulkánokkal is, hogy rengeteg dolgot meg tudunk arra, hogy a levegőben mi zajlik, hogy milyen folyamatok vannak egymással hatással, és hogy, és hogy ezáltal hogyan tudunk esetleg a klímaváltozásra fel, felkészülni és válaszolni bizonyos problémákra. Jól értettem meg? E, igen, hozzátenném azt is, hogy, hogy, igazán mi vulkanológusok is néha csak ámulunk és bámulunk, tehát most visszatérve az egy évvel ezelőtti hungatonka a vulkán kitörése, olyan nokat produkált, ami, ami, amit még a modern műszeres megférés óta nem hogy, hogy, hogy milyen szökőárat indított el, még az Atlanti óceánban is, amely nem is a csendes óceán része. És, és, ez miért? Azért, mert egy akkora nagy légköri lökéshullám járult ez a vulkánkitöréshez, hogy meg tudta mozgatni a vizet még egy másik óceáni medencébe is. Vagy, vagy akár az, hogy, hogy több mint 56, áttörte a, a légkört ez a kitörési felhő, hogy, hogy miért, hogy ekkora energia van, milyen, mint a csúzival kilövik, nem, Mert tehát, tehát itt a vízgőznek, hogy milyen nagy szerepe van, hogy, hogy óriási mennyiségű vízgőz került a levegőbe, amely a, ugye a tenger alatt volt ez a vulkán kitörés, véletlenül ennek is hatás volt ez, tehát nem látunk még ilyet. Tehát én azt gondolom, és, és ez egy, 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 egy nagyon fontos dolog, hogy, amiről nem tudunk, nem biztos, hogy nincs. ezért fontos visszamennünk a történelembe, hogy, hogy lássuk, hogy mik történtek, mert, mert ezzel egy kicsit előre tudunk gondolkodni, hogy mi minden lehet. Tehát most derült ki az, hogy hó, gyerekek, hát vannak víz alatti vulkánok. Hát persze ezt tudtuk, hogy vannak, de hogy hogy törnek ki, ez volt az első ilyen megfigyelhető és egy, 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 egy fantasztikus már Többféle értelemben is esemény, hogy mi minden kapcsolódik egy ilyen eseményhez. És azért ez egy gyenge figyelmeztetés, mert hol volt a Csendes óceánnak egy, nem mondom, hogy lakatlan, a Tonga királyság az egyik legrégebbi királysága itt a Földön, de azért mégse sok ember él, és ott is azért nem bántotta őket. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy, ez egy gyenge figyelmeztetés, hogy haha, figyelni kell a vizati vulkánokra, és azt is, hogy, hogy mit okoznak ezek a vulkánkitörések, mert ezek mások, mint azok a sablonok, amiket eddig nagyjából tudtunk. Tehát végül is egy kicsit azt árulj el nekünk ez az egész, vagy amit tanulunk belőle, hogy egy-egy lokális esemény akár globális folyamatokat is elindíthat, és ez az, amit nekünk fel kell fedeznünk, és meg kell tanulnunk, és kezelnünk kell. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy vulkánkitörés nem olyan, hogy ó, oh, messze vannak a vulkánok, mi itt a kárpát medencében te ezekkel nem is kéne foglalkozunk, mert úgyse foghatni. Á, de hogy. Ugye, amikor 2010-ben volt az Inlandi Eljefjökül vulkánkitörés, egy picinke vulkánkitörés volt, valljuk be, de mégis eh, heteken keresztül ezzel foglalkozott a világ, mert nem lehetett repülni, mert, eh, mert felvetődtek, na most akkor mi lesz, most lesz klímaváltozás, stb. Hát nem, azért ez nem volt egy akkora vulkánkitörés, de eh, tudjuk azt, hogy, hogy globálisan hat a társadalomra. Mert Izlandon egy piciny vulkán kitört, Európában nem lehetett. Tehát itt óriási több millió dolláros kár keletkezett, és így tovább. Mert a társadalom az rendkívül érzékenyen reagál erre. És visszatérve arra, hogy a tapasztalat mennyire fontos, tudjuk azt, hogy a történelemben társadalmakra hogyan hatottak vulkánkitörések, de mit fog kezdeni ez a nagy, magára olyan nagyra lévő, modern, technológiailag fejlett társadalom. A honga kitörés során például optikai kábelek szakadtak el ó, oh, megszakadt az internet összeköttetés, ugye a Tonga szigetekkel, de ez csak egy picin dolog, még egyszer, tehát mi van, hogyha ez Japán partjainál történik. Ott is vannak ilyen vulkán, tehát ismerik, hogy vannak ilyen nagy-nagy vulkánok, amik képesek ekkora kitörése. Japán partjainál ez bekövetkezne, hát oh, hát a világ vége. Hát és a földközi tengerben, vagy itt Hát, földközi tengerben, hmm. hogy ott, ott, ott közelebbit hozzák. Közelebbi? Nem, nem, pont ez a lényeg. Nem kell nagyon. Tehát hmm. globálisan elég gondolkodnunk. Tehát nem is olyan rége, egy-két évvel ezelőtt jött elő, hogy 43-ban, már biztos, 43-ban volt egy alaszkai vulkánkitörés. Akmak. Ez egy egyszerűbb név, mint a Egyefőkúr. És ennek a vulkánkitörésnek olyan hatása volt, hogy több éven keresztül nagyon erős lehűlést okozott, és egy nagyon erős környezeti változást. Hm, honnan tudjuk? Hát vannak jégfurat minták, tehát az Antarktiszon, a Grönlandon, egyéb helyeken fúrnak jeget, és a jég az megőrzi az éves környezeti változást, mert ahogy a jég gyarapszik, akkor levegő cseppek, és ezek rögzítik, hogy akkor mi volt. Fantasztikus, ez egy időskála. És most már végig lehet számolni, tehát most már akár több tízezer évre visszatudunk menni, hogy mi történt. És akkor nem csak ez rögzül a jég, hanem ha volt mondjuk egy nagy vulkán kitörés, akkor annak a vulkáni hamuanyaga is bele tud kerülni. És most már állunk úgy technikailag, analitikailag, tehát a vulkanológia is azért nagyon-nagyon erősen fejlődik, hogy ezeket a néhány mikronnyi e, hamusszemcséket, ezek üvegszemcsék, ezeket meg tudjuk elemezni, meg tudjuk nézni, hogy mi a kémiai összetétele, és össze tudjuk hasonlítani, hogy melyik vulkánból származik. Ez egy marha izgalmas detektív munka. Van, amikor tudjuk, a, hogy, hogy honnan jön, de egy csomó esetben nem tudjuk. Itt aztán kiderült, hogy az Okmok vulkán volt a felelős, és akkor ugye mi történt ekkor? A római köztársaság bukása, a Ptolemájuszi egyiptomi társadalomnak a bukása. mi? Azért, mert a mediterrán térségben egy olyan klimatikus változás történt, amelyre például az egyiptomiak nem tudtak felkészülni, mert ők az ő társadalmukba ez nem ivódott bele, hogy, hogy hogy, hogy, hogy akkor itt mit kell csinálni? Rómaiaknál? Hát ugye szegény Cézát megölték, és aztán ehhez mindenféle egyéb társadalmi zavarok kapcsolódtak, plusz az éhinség, és ez egy kegyelemdöfés volt. Tehát nem azt mondjuk, hogy az alaszkai vulkán kitört, és akkor a római, egyiptomi társadalom vége, hanem az, hogy hozzájárult valamihez egy esetlegesen meggyengült, vagy nem kellően felkészült társadalomnak a hanyatlásához, problémához. És ezt behelyettesíthetjük a XXI. századba, tehát ne gondoljuk azt, hogy mindent megoldunk technológiailag, hanem arra is most már vannak vizsgálatok és izgalmas dolgok, hogy, hogy hol vagyunk mi érzékenyek, hol vannak azok a pontok, amiket ez a társadalom azt gondolja, hogy hoha, már felkészültek vagyunk, de elég csak egy egy olyan dolog, amire nem vagyunk felkészültek, mint egy és hogy ezt az egészet e, aztán alaposan e, elkábítsa egészen fantasztikus dolgokról mesél, tehát a gyerek lennék, és most hallgatnának tényleg biztos vulkanológus szeretnék lenni. Most már a realitás maradok, és maradok énekes, most már nem kezdek bele. Viszont hát bízom benne, hogy nagyon sokan hallgatnak minket, és szeretnének ezzel foglalkozni, vagy többet olvasni erről, és hallgatni minket, mert most elmegyünk megint egy rövid szünetre, de aztán jövünk vissza, maradjatok velünk. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a Grindex fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádión, illetve a YouTube-on, és a mai vendégünk Harangi Szabolcs vulkanológus, és hát nagyon-nagyon érdekes témákról beszéltünk eddig. Én még egy picit arra lennék kíváncsi, hogy amikor én azon gondolkoztam, hogy vulkánkitörés, nekem a Vezúv jutott eszembe, ugye, amilyen a leghíresebb, ami a mi Kultúrkörünkben egy kis túlzással a leg, legnevezetesebb kitörés volt, ugye, ami elpusztította a, a lábainál fekvő várost. És ugye Pompejt, és ö, ennek kapcsán ö, az jutott eszembe, hogy most meg inkább olyan kitörésekről beszéltünk, amelyek nem lokálisan, hanem tényleg globálisan tudnak hatni. És ö, ennek kapcsán egy picit nézzük meg, hogy esetleg a történelemben melyek voltak azok az igazán nagy kitörések, amelyek tényleg ilyen globális hatást váltottak ki, és akár a föld más pontjain, akár a történelmet formáló ö, változásokat hoztak. E, igen, mi, mielőtt azért ebbe belevágnánk ebbe a sétába. Azért hagyj jegyezzem meg, ha már így előkerült a Pompej. Mm. hát hogy, hogy azért tudjuk-e azt, hogy hány Pompej esemény történt azóta? Nem, én például nem. És hogy az hogy elmúlt tíz évben hány Pompej esemény? Tehát volt Pompej esemény az elmúlt tíz évben ja, is. Yeah. Tényleg? Ja, csak száz, vagy ne, ne csak a, a, a nagyokat, a szuper, mm -hmm. tehát a globál, mm -hmm. hanem az, hogy, és egy, megint csak egy lényeges dolog, hogy, hogy egyre nagyobb a Túlnépesedés. Ja, tehát ez egy frázis, De. E, ugye vagyunk már vagy 8 milliárdan. E, és azért fontos azt e, elmondani, hogy a föld teljes lakosságának 10%-a, 800 millió ember él valamilyen szinten vulkáni veszélybe. Az mm -hmm. azt jelenti, hogy, hogy egy olyan vulkán közelében élnek, 100 km -s körzetében, amely, ha felébred, képes nagy vulkánkitörésre, mint például a Vezúf. Mm -hmm. okay. e, megint csak nincs erre tapasztalat, hogy egy túlnépesedett területen egy vulkán kitör, mi lesz? Nem biztos, hogy a vulkán kitörés okozza a legnagyobb mondot. Gondolj bele, hogy a vezúv elkezd csak jeleket adni, hát ott egy akkora nagy káosz fog majd kialakulni, amit még nem biztos, hogy tudjunk, hogy lehet kezelni. De visszatérve, 2014 zöldfoki szigeten fogó vulkán lávajöntő kitörése ott néhány falut elsimított. 2018 Hawaii, havai nagy szigeten. Nem a központi vulkán tört ki, hanem, hanem attól e, keletre, e, ahol e, felparcellázták a földeket, és gyakorlatilag szó szerint a kertekben hasadt fel a bölgy, e, f, e, föld, és, és öntött ki a lába, és öntötte el a házakat. a hát, ugye 2021. El. La Palma. Ott is. E, egy lakott területen e, nőtt ki egy vulkán. Ez egy érdekes dolog, csak azért ezt is jegyezzük meg, hogy vulkánkitörés nem feltétlenül ott van, ahol vulkán van. Jó. Oké, okay? tehát tyúk vagy tojás, stb. E, e, jöhetünk eve, a, a, a vulkán azért van, mert van vulkáni működés. Tehát az, egy, az, a, az a vulkán az azért van, mert van vulkáni működés. Valahol elkezdődik. 1943-ban Mexikóban Parikutin vulkán az egy parasztnak a Kukurica földjén... E, kezdett el kinőni. Tehát a, a pulidó bácsi ott még elvetette a kukorica magot, és aztán elkezdett érezni, hogy zárt hogy asszony, mi van ma, mi lesz az epi? És akkor másnap felébredt, és ott már látta, hogy, hogy, hogy fel van repedve a föld, és, és jönnek ki a gázok, és elkezdődött egy, egy vulkánkitörés. Tehát a, a, a nagy semmiből is elindulhat egy ilyen, de ez csak az, arra akarok kívhatni, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk, vagy hogy mondjam, vulkanogusok tudunk, de az emberek nem tudnak arról, hogy mi lehet, és csak nem akarom, majd visszatérünk a nagy kitörésekhez, de, de hogy az ilyen fontos dolgokat is említsünk, hogy úgy jelenti Oakland városa, vagy egy millióan laknak Új-Zélandon, ott, és rátelepült egy vulkáni mezőre. 600 éve volt ott az utolsó vulkánkitörés, tehát még az ősök, azok a maurik még látták, de a, a, a betelepülők nem tudták, hogy, hogy itt ilyen is van. Gyönyörű hely, jó a adottság, rátelepült egy város. És most, amikor elkezdünk, már, azt is tudjuk, hogy vulkán az nem csak egy olyan, amit lerajzol az óvodás, ilyen nagy kúpalakú vulkán működik, hanem vannak ugyanaz vulkáni mezők, ez a vulkáni óvodák, ahogy szoktam mondani, sok piciny vulkán elszorul, ilyen a, a, Bakony-Balaton felvidéknek a, a vulkányi Batacsony, Szent ezek is így keletkeztek. Ezek olyan vulkánok, amelyek mindig máshol Alakulnak így, de nem folytatják a vulkáni működést. Tehát nem nőnek meg nagyra, hanem sok-sok pici elszórt vulkán van. Na most ezek a vulkáni mezők kiterjedtek, és nem annyira látványosak. Ez nem olyan, mint hogy az Etnára rátelepül egy egymilliós város, hanem az, hogy ez a nagy vulkáni területre, ami jó adottságú, meg jó a talaj, meg stb., rátelepül egy város. És aztán kiderül, hát utolsó kitörés 600 évvel ezelőtt volt, de bármikor jöhet a következő. És említetted Magyarországot is amúgy, tehát nekünk kell tartani valamitől? Vagy van olyan, ami ilyen óvodák, amik így egyébként így Oha. ártatlanul sétálgatok rajta, aztán egyszer csak Igen. jön Már... a vulkáni működés? Jó, majd visszaterem a szót, az nagy vulkáni kitörésekre. Elindultak egy olyan, olyan témába, amely egyébként fontos, és én a kutatócsoportommal, mert van egy vulkanológiai kutatócsoportom, az egyik fő vizsgálati területe a Székelyföldi Csomád, amely 30 ezer évvel ezelőtt tört ki utoljára, és, és az, 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 az én vulkanológiai vizsgálataimnak ez egy, egy, fontos pontja, mert ez egy izgalmas dolog számomra szakemberként, tudósként, hogy hogy vajon ennyi idő után is működhet -e egy vulkán, van-e még magma a, a, vulkán alatt, tehát perpinal ezt vizsgáljuk, és van véleményem, de, de ez, ez nem, nem, kell, nem kell félemet kelteni, tehát semmi gond nincsen, gyönyörű a Szent Tannató és a környezete meg stb. De, de a vulkánok azok olyanok, hogy azok vannak, rengetegen laknak, hogy szok, vagy beszéltünk erről, Vezúv környékén is, vagy millióan, és igazán teli vagyunk veszélyel a Földön. A lényeg az, hogy, hogy tudunk felkészülni arra, hogy hogy mi fog következni elünk az autópályán. Megyünk 130-al, a gondolataink már előre járnak, nem tudom mi, és aztán hirtelen fékezés, ta -ta 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 mennyi az esély ennek? Yeah. Ha csak számokba kifejezzük, azt gondoljuk, hogy nagyon kevés. Mennyi az esélye annak, hogy kitör egy olyan vulkán, amely, amely a nagymama szerint is még nem működik? Nagyon-nagyon kevés. De ha bekövetkezik, akkor a statisztika, a valószínűség számítás, mert akkor bekövetkezett. Tehát a, a hungatónk a, ekkora vulkán kitörő, és ezer évvel ezelőtt volt. Tehát ezt, ezt a, a már kimutatták, hogy kb. ezer évente van ilyen nagy kitörés. De nem a, a nem szeretik a matematikát, tehát ezt is dobjuk el. Én sem. Hanem, de, de, azért egy fontos dolog, mert a, 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 az én kutatócsoportban is azt nézzük, hogy a vulkán alá kell nézni, hogy megértsük azt, hogy, hogy hogy, működik. Tehát abból nagyon sok mindent kellett olvasni. Tehát ez, ez, ez a jövő, tehát ez segíthet a kitörés előjelzésbe, de visszatérve a nagy vulkán kitörésekre, ugye azok ritkábbak, Keressük is azt, hogy egyáltalán melyik vulkán képes erre, mert nem mutatja magát, hogy já, én vagyok a nagy szuperbulkán, azt leszuperozzák mások. Tehát, tehát igazán nehéz ezt előre jelezni. A tambora 1815 meg kitő, előtte vagy 4000 évig nem működött. Tehát nem gondolták volna, hogy az az, az ilyenre képes. És ugye, beszéltünk már nagy kitörésekről. Ugye 1452-ben volt egy olyan vulkánkitörés, nem is tudjuk, hogy hol volt az a vulkánkitörés, valahol Vánovató szigetek környékére teszik. De tudjuk, hogy akkor volt, mert a jégfurat minták egyértelműen utalnak arra, akkora nagy kénysav arról szól, csúcs van ott, amekkorát csak egy vulkán tud csinálni. Nincs más természeti esemény, amely, amely ezt elő tudja idézni. Tehát tudjuk, hogy volt, van. Nem mindig van meg a bűnös. De 1257-ben egy ehhez hasonló hatalmas kénysav csúcs van a jégfurat mintákban, sokáig nem volt meg a bűnös, de most már megvan. Tehát lehet új felfedezéseket tenni, való olvastam, hogy most már nem lehet új tudományos felfedezést csinálni, de elhogy nem, egy csomót. Tehát egy, egy olyan 5-6 évvel ezelőtt jutott oda a tudomány, hogy hó, megvan a bűnös, a Samalas vulkán, ami egyébként tamborától nem messze van, és óriási robbanásos kitörése szintén befolyásolta a világmenetét. Hát talán az új tudományos felfedezések inkább abban állnak, hogy összekötjük a pontokat egymással. És például ugye a vulkanológiát a történelem tudományjal, vagy történet tudományjal házasítva, például megalapítjuk, amiről itt a szünetben beszélgettünk, ugye pont ez az 1452-es kitörés kapcsán, hogy ugye az, az követő évben foglalták el Konstantinápolyt. Igen, igen. És hogy vélhetően van valamiféle összefüggés. Igen, egy érdekes dolog, és... Azt gondolom, hogy még gyerekcipőbe jár egy picit ez a házasság, de azért tök jó, tehát azért megvannak az érdekek. És ez egy új, új irány, és, és azt gondolom, hogy egy jó irány, amikor összefognak klímamodellezők, vulkanológusok, történelemtudósok, és próbálják összetenni a, a mozaikokat, és ugye micsoda marha jó érzés, amikor kijön a kép. Na hát, ugye itt a, ebben az esetben a, a, a történetben ott van egy pont, hogy itt nem egy nagy globális lehűlés, vagy valami jött, hanem egy így jelenség. A, 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 kezdtük törnerrel, a, a, legalábbis én ott bevetettem a, a, a tőn. Ő e festett. Miért? Azért, mert a, a, a vulkánkitörések után a, a légkörbe maradt, arra szólok, olyan mértékben e, törik meg a, a napsugarat, és mondják ki bizonyos e, e, fénysugarat a, 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 a légkörből, hogy elnyerik meg, visszaszorják, e, hogy hogy felerősödik a, a vörös lila és még naplemente után is ez látható, és ezek a naplementék, ezek hát... Persze megihletik a, a festőket, mert ó, de szép, de más e, vidékeken, ahol, ahol ez inkább e, hogy mondjam, egy szorongást okoz, ott pont az ellenkezőjét váltja ki. Tehát van olyan történet, hogy, hogy Konstantin Áprilak, hogy már ugye hogy már sokáig tartott ez a, a, a csata, és akkor egyszer csak jött egy olyan naplemente, amely az Ája Szófiát úgy csillogtatta meg, mintha égett volna, és ez olyan, olyan lelkülettel azzal járt, hogy az ott védők úgy érezték, hogy na itt a világ vége. Uh -huh. És hogy ez így volt, vagy nem így volt, uh -huh. nem tudjuk, de de, 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 vannak olyan egybeesések, amelyekkel azt gondolom, hogy foglalkozni kell, és, és ez egy új irány, és azt gondolom, hogy ebből sokat tudunk tanulni. K azt hiszem tudnánk is még beszélgetni erről órákon keresztül, viszont a műsoridőnk lejárt. Egy egészen Elképesztően izgalmas beszélgetés volt, és hát örülök, hogy egyébként festészettel kezdtük, festészettel végeztük, örülök, hogy felhoztam ezt a témát. és hát nagyon szeretném megköszönni Harangi Szabolcsnak, vulkanológusnak, az Elte Földrezés Földtudományi Intézet igazgatójának, hogy eljött hozzánk, nagyon szépen köszönöm. köszönöm. És Azt hát nem ugye képes. érdekes, meg veszélyes dolgokról beszélt, hogy 800 millióan élünk vulkán veszélyben, és folyamatos a vulkáni működés, de ne nyomasszon ez minket, hiszen vannak ilyen kiváló szakemberek, akik felkészülnek arra, hogyha esetleg bekövetkezik, akkor ezt majd tudjuk, majd kezelni, és ne omoljon össze a társadalmunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönöm. és hát köszönöm Lász. szépen a hallgatóknak és a podcast nézőnek, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt a holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. Jövő héten is újabb tartósági témával jövünk. Addig is olvasatok minket a grindex.hu-n, illetve kövessétek a social media felületeinket. Sziasztok!